legnagyobb a szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hogy egy kiválóan működő civil szervezetnek adta át ezt használatba. Nyilván a civil szervezet megkereste dombovári vállalkozókat, vállalkozásokat, és azoknak az adományaiból tudták ezt a termet felújítani. Lampert Gábort, vagy ahogy a tanítványai hívták, Gabi bácsit nem kell bemutatni a dombóváriaknak. Ő volt az, aki sok gyermeknek volt a pótapukája. Bíztatta, motiválta a hozzájárókat, miközben kiváló boxolókat nevelt ki. Az ő nevéhez fűződik a dombóvári ökölvívás elindulása és az iskolai box bevezetése is. Miként a dombóvári Spartacus ökölvívóinak sikerei is. Hosszú évtizedekkel ezelőtt, már 30-as években is nagy box eredményeket értek el dombóvári sportolók, olimpikonok lettek, Lars Márnd Imre, stb. Aztán ez az egyesület, ez 2000-ben indult újból, Lampert Gábor akkor nyugdíjban vonult, és volt egy kis pauza a box életben Dombováron, 2000-ben újból élesztettük, és az ő segítségével megalakítottuk a Dombovári Boxbarátok klubja volt akkor a neve. 30-40 fő volt a tagság, nagyon jól indult, lányok, fiúk, felnőttek, idősebbek is. Tehát egy igazi krémje volt ez a Dombovárnak, és olyan szintre nőtte ki magát, hogy már voltak magyar bajnokaink, férfiakban több is, lányokban is, és híre volt Magyarországon. Magyar bajnokságokat tudtunk rendezni Dombováron. Ezt követően hanyatlásnak indult az ökölvívás a városban. Hogy a box életet ismét fellendítsék, valamint annak érdekében, hogy Lampert Gábor neve ne merüljön feledésbe, a Dombovár 2004 Egyesület elnevezett róla egy termet. A Lampert Gábor edzőterem teljesen megújult környezetben, modern felszereléssel várja a sportolni vágyókat, sportágra, korra való tekintet nélkül. Mindez egy közösségi összefogásnak köszönhető. Az önkormányzat adta használatba a termet az egyesületnek. A történet visszanyúlik 2018-19-ig, hiszen az előző polgármester ennek a box egyesületnek elnökségi tagja lett és elnöke lett. Ezáltal megszüntette a sport, tömegsportot, és gyakorlatilag igazolt versenyző, mert boxolóval Dombovár nem rendelkezett. Ez egy szörnyű történet, hiszen a név adójából is adódik. Lampert Gábor neve az jól cseng Dombováron, hiszen az ökölvívásnak egy nagy úttörője volt, és azt gondolom, hogy nagyon sokan jó szívvel emlékeznek rá, nagyon sok generációt tanított meg, és vitt vele ebbe a küzdősport életbe. És nyilván nagyon fontos, hogy példamutató volt az ő élete tevékenysége is, és nyilván van egy generáció, aki sajnos ebben kimaradt. 2020 év végén pályáztuk meg az önkormányzatnál ennek a teremnek a használatát. Akkor a teremben lévő felszereléseknek a tulajdonosával megállapodást kötöttünk, hogy ő átadja nekünk használatra ezeket az eszközöket, felszereléseket. Az önkormányzatnak 2021. januártól, illetve februártól van használatba vételi engedélyük, tehát akkortól használhatjuk ezt a termet. Viszont mikor beköltöztünk, beszerettünk volna költözni, akkor tapasztaltuk azt, hogy a termet teljes mértékben kiérítették. Sőt, amit nem tudtak elvinni, azt meg tönkretették, megrongálták. Ám a civil szervezet nem adta fel. Támogatóiknak köszönhetően pénzt szereztek és felújították a termet. Egyrészt helyi vállalkozók segítettek, egy csomó építőanyaggal, csomó vasanyaggal, fémanyaggal. Van, aki eszközt vásárolt nekünk, és tahóforrást próbáltunk még meg igénybe venni rá, hogy felszereljük ilyen módon a termet. A tervünk szerint a látszat ellenére ez egy multifunkciós terem fog lenni, ahol minden sportágnak a képviselője, hogyha szeretne, lejöhet és edzést tarthat, állóképességi edzéseket tarthat, és hát van egy nagyon jó kis szorítunk, és akár a körvívó edzéseket is lehet tartani. Az első edzések már megvolt, tehát már május 1-től már alig várták, már topogtak az ajtóba, hogy mikor jöhetnek. Tehát május 1-től már működik a terem. Hát Dombováron elég népes volt az ökölvívógárda. Nagyon jó edző csapat volt, edzőgárda volt itt a városban. Itt olimpikonok is voltak valamikor, illetve a Paksi Asénak volt az utánpótlás csapata, utánpótlás társasága. Tehát nagyon sok ökölvívó van, és azt veszük észre a fiatalok körében is, hogy nagyon érdekli őket. Tehát van egy kör, aki szívesen. Ez ugye az ökölvívási technikai sport nagyon nagy állóképességet igényel, és nagyon
nagyon technikás. Ez egy olyan edzőterem, hogy mindenki előtt nyitva áll, és ezért nem is a boxklub nevet vitték tovább, hanem az edzőtermet. Olyan eszközök kerültek ide beszerzésre, amit használhatnak az atléták is, a labdarúgók is, kosarasok is, és nyilván az egyesület elnökével egyeztetve mindig nyitott kaput fognak találni, és sok szeretettel várnak ide mindenkit. Egy regisztrációt követően minden sportolni vágyó látogathatja majd a termet.